Sziasztok, sziasztok mindenkinek! Sziasztok! Az előbb feküdtetek. Sziasztok, sziasztok! Kinek hogy telik a napja? Szia Candy Grill, sziasztok, sziasztok, sziasztok! Mit főzünk ma? Ma egy finom olasz kaját fogok csinálni. És ez is egy olasz kaja lesz, ugye? Van itt spagetti tészta. Nem engedek be senkit. Van itt spagetti tészta. Spagetti tészta. Nem engedek be senkit. Van itt spagetti tészta. Külön benne koktélparadicsom, vöröshagyma, fokhagyma, fekete borsó, meg ilyen olasz fűszer is. Lesz benne jó kis fehérbor, azt nem mutatom, és fekete kagyló. Fekete kagyló, gyerekek. De mindent mutatok, ezt meg kell majd tisztogatnom. Úgyhogy ilyen kis olaszos, könnyű kaja lesz, bízok benne, finom lesz. Na, akkor nekiállok a vöröshagymának elsőnek. Jó, meg rakok bele friss bazsalikomot is. Ilyet még nem ettem, én se. Én se ettem még ilyent. Mi a hagyma ez? Mi is voltak nagyobb? Mi lesz a menü? Szia, szia! Egy olasz kaja lesz. Fekete kagyló, paradicsomos szószba és spagetti tészta. Spagetti tészta. Lesz. Hagymát, hol vetted a kagylót? Metróba. Kék kagylót akartam venni, de az 11.000 forint volt egy kiló. Úgyhogy maradtam a fekete kagylón, ez is 3.800 forint volt. Egy kiló? 1,4 kiló. Akkor inkább mondom, maradok a fekete kagylónál. Dehogy nem, ő elment Pörmöshöz. A Timi. Pörmöshöz ment. Köszönöm, köszönöm. Fokhagymát. Hát egy ilyen 8-10 darabot belerakok. Meg lesz benne citromlé, díszítésnek rakok rá citromot. Igen, itt van. Szia, sziasztok! Hú, de csípi a szemem az agyma, bassz meg, félek innét raknom. Úgyhogy készül a finom olasz kaja. Ezt a Steve nem szereti. Sziasztok! Hát egy ilyen olasz kaja lesz.
vettem fekete kagylót. Fekete kagylót vettem, és ilyen paradicsomos, mártásos, fehérboros tésztával lesz, igen, spagetti tésztával. Hát most csinálom a videót róla, és majd ez fölkerül a YouTube-ra. Azért mondom hozzá, hogy ez egy főzős live. Hát tengerből van a kagyló, tenger íze lesz, úgyhogy... Én amúgy szeretem az ilyen tengeri dolgokat. Sok idő a kagyló, de hogy is? Hát azéval lesz kicsit, ha most bízok benne, megtisztítással lesz egy kicsi idő, de bízok benne, gyorsan fog menni, úgyhogy azért mondom, ez megy YouTube csatornára, úgyhogy nem beszélek csúnyán meg semmi. Így van, te telefonon eszed a kagylót. Olyan telefon már nincs. A múzeumban van már csak olyan kagylós telefon. Sziasztok! Fehérváron voltunk, pont láttunk. Hát miért nem jöttetek oda? Nem bántunk mi senkit. De hogy én a mikrózgatok? El vagyok én. Nem sietek. Ez egy 20 perces kaja. Csak itt a pucolással megy itt oda. Az idő. Sziasztok! Aki esetleg most csatlakozott, mai menü egy finom orasz kaja lesz, fekete kagyló, paradicsomos, mártásos, spagetti tészta lesz hozzá. De ezeket itt a rohadásokat levágunk. És akkor egy ilyen 8-10 darab fokhagymát most megpucolok. Vettem jó kis tokai furmint, félédes tokai fehérbort. Tengeríze van. De mindent mutatok, jó? Nyugodtan kérdezzetek, írjatok. Moderátorok, figyeljünk, jó? Nem, én fehérrel csinálom. Lehet vörössel is csinálni, de én fehérrel csinálom. A vörös bort azt inkább meghagyom magamnak, boros kólának. Amúgy van itt két üveggel. Van itt még úgy, hogy... Paradicsomos lesz, igen. Paradicsomosan csinálom. Itt van, vettem ilyen... Paradicsom, ilyen fűszerest. Darabból meg lesz fűszerezni, mert vettem ilyen... olasz fűszert. Igen, fokhagymásan csinálom, igen, azt pucolom. Vörös hagyma, fokhagyma. Lesz benne koktélparadicsom is, citrom. Hát bízok benne, hogy finom lesz. Bízok benne. És vajon fogom megcsinálni. Ugye itt vannak a fokhagymák, ennyi fokhagyma bőven elég. Ugye a kagyló szereti a fokhagymát. 2, 4,
6, 8, 10 darab. 10 darab bőven elég. Egy félre rakom. Köszönöm, köszönöm. Én ecetes halat csináltam, az is jó amúgy. Én nem vagyok annyira oda, imádom a halat, de az ilyen ruszli féleséget, én ecetes halakat nem eszek meg. Olyanokat nem eszek meg. Olyanokat nem eszek meg. Mi? A ruszlit, tudod, én ecetes halok. Ja. Imádom a halat, de az, az valami nem megy le. Az nem megy le. Na, ez megvan. Veszek elő tányért, sziasztok. Megmosom a vöröshagymát. Mehetsz befele a májlókám hányós. Csak víz van. Ma a koprahatatás van. Szépen most összevágom a hagymát. Ugye ezt kisebb darabokra vágom, ugye, mert ez nem pörkölt lesz. Ezt ugye kisebb darabokra vágom. Sziasztok, szia Ben, sziasztok. Úgyhogy ma egy finom olasz kajást csinálok. Fekete kagylót, paradicsomos mártásba. Nem tudom, te szereted ezen tengeri dolgokat? Aha. Nem annyira. Timi az alapból nem szereti. Attól finnit. Hát ezt, amit most csinálod. Hát, ezt lehet megeszem. Ezt lehet megeszi. Hát régen ettem. Azt mondja, a finom, akkor megeszi. Hú, de csípja a szemem. Milyen hagyma ez, bazni? Hú, ez meg kibarta a szememet. Igen, egy van. Ennyi a marja. Ja. Ó, nem szeretem, amikor ilyen erős egy hagyma. Ez most nagyon erős. Ez most nagyon erős. Összevágom a fokhagymákat is. Bevízom. Nincs benne semmi. Sziasztok. Hát de sírok. Hú, azt oké. Azt a mindenit. És akkor szépen összevágom a fokhagymát. Sziasztok, sziasztok. Úgyhogy szépen köszönöm, Vanessa, köszönöm, úgyhogy vajon fogom
megpárolni. Köszönöm. Köszönöm, thank you, köszönöm. Itt egy jó kis fekete kagyló lesz, ilyen paradicsom mártásba. Friss bazsalikommal, ilyen cserepes bazsalikom van még. Na, ott van, fölül mögötted. Ja. Szép. Ja. Megpucukom szépen a fokhagymát. Ide belerakom a vörös hagyma közé. Ide félre csapom. Ide rakom. Most jön a kagyló. Megnézzük, hogy milyen a kagyló. Hát a fölé lednek. Milyen jó ízé tenger illata van. Milyen jó tenger illata van kagylónak. Ugye ezeket meg kell pucolni. Ezeket az ilyeneket le kell róla ilyen nagy mozdulattal szedni. Ezeket a szőröket. Összeset megcsinálni. De jó illata van. Hogy itt a... Abban mi van? Kagyló. Kagyló. Itt van, kagyló. Csak ugye ezeket a szőröket ilyen hirtelen mozdulattal le kell szedni. Milyen jó illata van? Ja, amúgy. Meg kell tisztítanom az egészet. Ezektől a szőröktől. Ez egy kis mosással jár. Ezt ide ki is veszem. Szépen. Egyet most meg kell pucolnom az egészet. Ez egy kis időt vesz most igénybe. De ezért van, nem lenne könnyebb amúgy. Mit? Mi a faszommal? Szivacsa. Szivacsa. Helya. Hát a szivacsa így gyorsabban lejön. Lehet leségünk bazdmeg. Már le kell róla szedni ezeket a dzsuvákat. Le kell kapargatni. Hát ugye egy kis időt elvesz gyerekek, sajnos. De meg fogja érni. Elő kell vannak. És akkor meg van pucolva, az jöhet ide bele. Hát igen, a kagyló az ennyiből rossz. Rossz, hogy meg kell sajnos pucolni. Mit főzöl? Olasz kaját, kagylót. Szép kis kagylóka.
kefével meg kell tisztítani. Hát kefém az nincs. Csak késem van. Az is megteszi. Az is próbálom. Ezeket a szőröket is. Hát igen. Sajnos ebből jár. A kagyló tisztítás. Főztél már kagylót? Nem. Most csinálok életemben először. De utána néztem, hogy hogy kell, meg mint kell. Úgyhogy nem lesz probléma. Csak ez a pucolás. Az sok idő. Ez veszel inkább az időt. De amúgy mivel szoktátok megpucolni a kardót, aki csinált ma? Nézd meg, hát van benne gyöngy. Ja. És marag. Az. Kis kefével. Hát de nem nincs. Én is késsel szoktam. Késsel? Csak simán hideg vízbe áztatni és késsel lekaparni. Lekaparni. Azt csinálom. Dörzsi szivacs. Hát csak izém van. Ilyenem. Ebből nem akar lejönni. De izém az nincsen. Ilyen. Izé. Készül a kagylócska. Tizenöt vagyok. Azt már ki is dobom, mert eltört. Az már meghalt. Jó lesz az, csak hosszú idő. Hát, ja. Tegnap este már meg kellett volna a szomba izélni. Ez is meghalt. Ebből vacsi lesz. Ja, hogy lesz vacsi? Nem kellene olyan kaparni, csak ami lejön. Ja, persze. De azt kaparom. Csak azt kaparom, ami lejön. Akkor uzsonnod ebéd, biztos nem. Hát ebéd már biztos, hogy nem. Hol lehet ilyen kagylót venni? Hát lehet, hát én a metróba vettem. De lehet kapni, azt hiszem a Lidl-be is. Ott lehet csigát is kapni. Elég csigát. Hú, bazd meg a gerincem. Jön, miért tanul tovább, legesztőnek. Thank you.
nem utazsolod. Ja. A többének az emberek. Ja. Na akarjál sztár lenni. Ahol csak a probléma van. Mivel leszek a jó? Paradicsomos mártásba lesz. Meg spagetti tészta. Beállt a hátamba, az meg. 20 perc alatt készen meg a jó. Hát ja, hát csak ahogy tehát itt a izében van itt a probléma tisztítása. Az itt a... Az tiszt... még van egy csomó. Hát másfél kiló kagyló. Hát ja. Másfél kiló kagyló gyerekek. Majd. Amelyik kenyérlet, azt is visszaidák vízbe, össze fog csukodni. Hát az már nem, az össze van törve. Hát ezt már hogy rakjon vissza a gyerekek? Hát ez már össze van törve. Az már meghalt. Garnyira rákba szoktunk készíteni nagy ritkán. Ja. Agyú az üdös. Hát tenger. Tenger illata van. Tenger illata van. Várj egy picit. Azt a kurva bát a hátam. Hú. Beállt a hátam, ott van. Jó kis kagyú. Ugye amik ilyen szőrök vannak, ezek ilyen erőteljesen ki kell, hogy izé egy mozdulattal ki kell tépni ezeket a szőröket. Engedek hideg vizet, azért legyen benne hideg víz, ez is össze van törve. Itt vagyok gyerekek, csak tucolom a kagylót. Milo, menjél befele, légy szíves, kis kutyám. Sérült kagyló ki kell dobni. Hát persze, hát azt csinálom. Hogyan készíted el? Majd megvettjátok. Paradicsomosan, fokhagymáson, fehérborosan. Jó lesz az. Nem csináltam még, én se. Most csinálom legelsőnek. Megnéztem egy pár videót. Azt. Lehet olyat is kapni, amelyik már meg van pucolva. Hát én ezt a metróba vettem, ez nincs megpucolva. Ez friss. Ez friss kagyló. Hát,
kellenek az újdonságok, nem csak a pörcsöly. Hát ennyi, amúgy. De úgy tényleg. Nem mindig csak a pörköd, gyereket. Nem mindig csak a pörkölt. Kell egy kis húzottság is. Hát de az, csak azt kaparom, ami lejön róla. Nagyjából lejönne. Mi? Nagyjából lejönne. Hát de. Valamelyiken már csiga is van belőle. És mi lesz hozzá, vagy magába? Hát persze, így megeszem. Vigyázz, mert átfröccsen. Csinálom egy párat a sütőbe. De az úgyis. Mennyit kell ebből csinálni, hogy jól lakjál vele? Hülyeségekkel nem foglalkozok. Ennek nem az a lényege. Ennek nem az a lényege, gyerekek, hogy hány kiló, vagy izé. Hát persze. Sziasztok. Kagyló, fekete kagylót. Fekete kagylót csak. Ez a puculás, bazd meg. Próbálom azért tisztára megpucolni, amennyire tudom. Ja, köszönöm szépen, jól vagyunk. Timi az körmösné van. Tizenegyre ment körmöshöz. Sziasztok, sziasztok! Aki most csatlakozott, csinálom a finom olasz kaját. Milyen jó tenger illata van kagylónak. Milyen tök jó tenger illata van. Kagyló, fekete kagyló. Ez a futulás, bazd meg. Thank you.
Muszáj megtisztítani, gyerekek, már. Menj a helyedre, Milo, légy szíves. Szólj neki, Christopher! Szólj a Milo-nak! Hát bízok benne, hogy finom lesz. Bízok benne. Meg ízék is vannak rajta. Csigák. Leszakadt a hátam. Olyan kicsi ez a mosdó, bassz meg. Sziasztok, sziasztok. Szúnyis meg, átmosom egy háromszor még. Milyen jó tengerillata van, gyerekek. De ettem kagylót. Csak így nem pucultam még. Csak nem pucultam még. Tévés tisztítottam. Én már úgy ettem kagylót, hogy... Ez se jó. Ki van nyitódva. Ami ki van nyitódva, az nem jó, gyerekek. Az már meghalt. Úgyhogy ami már ki van nyílva, azt ki kell dobni. Na, az már nem jó. Az felkelt. Fekete kagyló. Hogy minek a neve? Tudom, hát azért dobálom ki. Ami már ki van nyírva, az félre van dobálva, persze. Tudom, utána néztem, hogy kell. Inkább ebben a puculással megy el az idő, gyerekek. Leszakad a hátam. Persze, majd úgyis meglátjátok, hogy csinálom. Most ugye elsősorban meg kell tisztítanom őket, mert
Leszakadt a hátam. Hát eddig volt benne 1, 2, 3, 4 rossz. 4 rossz. Összvisz. Mondom, itt a pucolással megy el az idő, nem a főzésem, mert ez megvan 15 perc alatt az egész. Hanem ugye... Már nincsen sok, hála jó Istennek. Elnézést, hogy nem vagyok a képernyőn, csak kucolom a kagylókat. Ugye a dzsuvátó, ami rá van tapadva. Ugye sajnos ezt meg kell tisztítani. Ne sirattas, Krisz! Elég, ha a Timi siratja. Van ilyen szőr benne, azt ilyen erőteljesen ki kell belőle tépni. Ez is rossz. Ez is rossz. Ez jó. Ez is rossz. Úgyhogy gyerekek, előző nap azért pucoljátok meg a kagylókat. Mire válok a kosztáron, bazd meg? Ez se jó. Ez se jó. Átmosom a kagylókat. Hát ennyi, ami rossz lett. Ennyi, ami rossz benne volt. Egy 5-6 darab. Nem volt vészes, úgyhogy.
ide félre lakom. Jaj, Roland, mit csinálsz? Ámi csetres, bazd meg! Bazd meg, csinálsz? Ámi csetres, Roland, bazd meg. Kifolyt a víz. A víz kifolyt. Megtörlöm szárazzal is. Na. Ennyi, bazd meg. Ja, kösz. Jó, megvan. Itt a kagyló, oké. Hogy készítem el? Hát úgy, hogy elsőnek a vörös hagymát, fokhagymát megdínszelem. És akkor utána rakok bele paradicsomot, nem, fehérbort, elnézést, fehérbort, bele a kagylókat, egy, nem is tudom, egy 5-10-15 percig ugye az egészet főzöm, és akkor utána fogom fűszerezni, ugye lesz benne paradicsom, ilyen olasz fűszer, fekete bors. Azt ennyi. Amúgy igazából, ja, és vajon csinálom? Vajon hogyan csinálom? Krisztoferi pakolja el, mert itt útban van itt minden. Na. Menjél befele már. Krisztofer, léci, szólj már neki. Krisztofer! Menjél befele, Milo! Menjél befele! Csukd be az ajtót, Krisztofer, jó? Köszi! Na, fogom a vajat. Rakunk bele. Rakunk bele egy fél vajat. Ugye? Megcsinálni. Bínszelni a vöröshagymát, fokhagymát. Ugye lesz majd benne koktél, paradicsom is. Az olaj az nem kell. Ugye vajjal csinálom, ugye? Mit akartam? Só, fekete bors, ott a fehér bor, igen, paradicsom, jó, oké, kagyló, itt van, meg van pucolva, jó. Megolvasztom szépen a vajat. És ebbe fogom megpárolni a vöröshagymát, fokhagymát. Ja, és majd a vége fele ugye rakok bele friss bazsalikomot. Azért plusz ezt rakok még bele. Megy bele a vöröshagyma, fokhagyma.
szépen megbénszeljük. Bízok benne, hogy finom lesz, hát finomnak kell, hogy legyen. Kagylót. Kagyló. Fekete kagyló. És finom a kagyló? Hát persze, hogy finom. Lesz benne fehér bor is. Jó kis olasz kaját csinálok megint. Hát itt most nem a jó lakásról van szó, nem az, hogy csinálok egy olasz kaját. Most itt nem a jó lakásról van szó. Vannak bajok, úgy látom, némelyik embernek az agyába. Így van, kagylót csinálok, fekete kagylót. Olyan fekete kagylót, amilyen némelyik embernek fekete az agya itt belül. Olyan fekete kagylót csinálok. A némelyiknek el van sorvadva az agya is. Mindjárt mutatom nektek itt a dolgokat. Ugye vajba van a vörös hagyma, fokhagyma. Nekem nem, esetleg neked. Gyere, gyere ide, azt főzzél meg, ha tudsz főzni. Ja, de nem tudsz. Max egy zacskós levest tudtok megcsinálni. Semmi mást, tisztelt a kivétel. Miért vajon? Mert így finomabb lesz. Kagyló. Lesz hozzá fehér bor, vannak a dolgok. Metróba vettem. Igen, majd ebbe teszem bele, hát ugye rakok bele elsőnek fehér bort, és utána fogom belerakni a kagylót. 3600 forint, másfél kiló kagyló a metróba. A fekete kagyló, a kék kagyló, annak 11, majdnem 12000 kilója. A kék, nem ilyen fekete, hanem kék. Kék a kagyló. Azért mondom, nem drága. Hát egy kacsacom sokkal drágább, mint egy kagyló. Kagyló. Kagyló készül. Ilyen paradicsomos, mártásos cucca. Ugye most a vörös hagymát, majd kettő vörös hagyma, 10 fok hagyma. De hogy járok ezzel, nincs időm ilyenre most. Persze, így héjastó, igen. Meg van pucolva. És ezt így héjastó bele kell rakni. Ha valakinek dolgozni is kell, nekem nincs idő edzegetni, gyerekek. Majd ha lesz, majd megyek. Jó van, nem kell, tudom, hogy a héja az egy madár. Ez meg kagyló. Látod?
Isten. Tanuljatok meg inkább főzni, mint kritizálni. Mert kritizálásból ötösek vagytok, de főzni nulla. Tudod, nulla. Jó kis fehérbor. Ötösek vagytok, de főzni nulla. Tudod, nulla. Jó kis fehérbor. Elnézést, csak megakadt a TikTok. Jó, felbontom a borocskát. Jó kis tokai asszú gyerekek. Júj! Szépen. Most beleöntök körülbelül. Hát egy ilyen. Mindjárt mutatom. Megfordítom a kamerát. Ugye itt van a fokhagyma, meg a vöröshagyma, vajon szépen linszelődik. Amikor ez megvan, fogom a borocskát. És körülbelül egy ilyen 2-3 deci bort bele kell önteni. És utána jön bele a kis kagy lesz. Szépen beleöntsük. Kicsit rákeverek. Rakunk egy kis sót bele. Egy kis sót. Rakunk bele ilyen olasz fűszerkeveréket. Miért nem jössz ki, bazd meg? Egy kis fekete borst. Várjatok. Elfelejtettem kinyitni. Kagyló. És egy kicsi fekete bors. Így ne. Szépen átkeverem. És most letakarom, szépen most egy kicsit megfőzöm, hogy kinyíljon, és akkor utána fogom belerakni a paradicsom, bazsalikom, ugye rendes bazsalikomot rakok bele, ugye a fehér bor már benne van. Azt ennyi. Igen, citrom is lesz benne, igen, azt is adtam. Csöpögtetünk bele. Csöpögtetünk egy kis citromot is bele. Spagetti tészta, ja? Elnézés. Így. Spagetti tészta. Jó, és akkor ez most hagy főjön. Így. Na ugye úgy is enged majd ki még levet. Na persze.
Kagyló. Kagyló készül. Az meg. Köszönöm. Próbálkozok újdonságokat csinálni. Tök mindegy. Igen, tészta lesz hozzá. Spagetti. Desszert lesz, dinnye. Nem kell sokáig főzni, ameddig kinyílik. Csak addig kell. Utána belerakom a paradicsomot, meg a friss bazsalikomot. Tényleg ebből kell letépkednem. És akkor szépen ezt is megmosom. És rakok bele a bazsalikomot is. Friss bazsalikom. Azt is rakunk be. Ennek ez is ad egy finom ízt, ugye, a friss bazsalikom. Ja, meg ízé lesz benne petrezselyem. De azt a vége fele szórom bele. Lesz benne petrezselyem is. Azt majdnem elfelejtettem mondani. Mely jó illata van a bazsalikomnak. Friss bazsalikom. Én ilyen paradicsomosan csinálom, ugye? Főztél már ilyen? Nem. Most csinálok életem először. Nagyjából megnéztem, hogy hogy van. Azt ennyi. De hogy spenótes bazsalikom. Ide belerakom. Jó, majd ez is belemegy. Na, majd mindjárt mutatom. Milyen jó illatok jönnek, gyerekek, ezt éreznétek. Ezt éreznétek most, hogy milyen illatok vannak itt. Látjátok, hogy kiért. Szépen kinyíltak a kagylók. Fogom a bazsalikomot. Szépen belerakom. Most egy kicsit visszarakom. Ma a petrezselymet össze kell, hogy vágjam. Petrezselymet, várjatok. Metróba vettem. Petrezselyem szeret,
szépen megmosom. Elsőnek kirázom, nehogy legyen benne az egy katica bogár. Ugye akármilyen bogár. Szépen megmostam. És most itt levágom ezt a részét, ez nem kell. És szépen most össze fogom vágni. Apróra. Ugye már a kagyló szereti az ilyen zöld fűszereket, ugye petrezselyem. Mutatom is nektek, jó? Kagyló. Kagyló készül. Fogom a petrezselyemet, várjatok. Pillanat. Mindjárt mutatom is nektek, jó? Szépen megy bele a paradicsom. Rákeverek, jó gyerekek? Igen, sertés. Gyorsan felrakom a tésztavüzet, és ebbe fogom belerakni, és ebbe fogom ugye össze a tésztát. Azért megkóstolom, várjatok, hogy ízre azért milyen.
ilyen olasz fűszerkeverék. Azért raktam még bele. A biztonság kedvéért. Én még hiányolok belőle valamit, gyerekek. Egy kis citromot. Jó. Ide rakom. Gyorsan felrakom a tésztavizet. Hátra rakom. Ezt elzárom itt, ezt ide rakom. Ezt ide rakom. Oké. Kagyló. Persze fog, hogy ma is raktam bele mindent, ja. Mindent raktam bele. Rakok a vízbe sót. Itt van, mindjárt mutatom. Az is van benne minden, ami kell. Minden benne van, ami kell. Készül a finom kagyló. Kagylósan. Hát remélem az íze is olyan lesz, amire én gondolok. Ugye ez egy olasz kaja. Remélem az íze is olyan lesz. Nem tudom, ez se kell. Jó, az megyen föl, az jó. Hát, tudod, hogy ez mint egy tinnyék, gyerekek. Mi a fasz? Olyan nehéz, bassz meg. Addig eszünk egy jó hideg vinnyét, mit szóltok hozzá? Eszünk egy jó hideg vinnyét. Ameddig felfor a víz. De jó. Kagyló. Kagyló készül. De ellepte a víz.
Nagyjából. Meddig kell főzni? Ameddig az ízek összeállnak, azt utána már jó. Ja. Csak jó lesz. Nem jó, már. Hogy kiderül. Most csináltam még csak először ilyen, úgyhogy majd kiderül, hogy milyen. Valaki szokott belerakni csilit is. Rakjál bele egy kicsi ízét. Erős paprikát. Vagy ízét, a erős pistát. Ja. De ne sokat rakjál bele. És egy ilyen. Persze. Annyi elég. Igen. Ez már kész van, már csak a tésztát kell. Kész van. Már csak a tésztát kell. Na, vettem ki a belsejét. Már csak a ízét kell megvárni, a tésztát. Már csak a tésztát. Szereted a dinnyét, Milo? Szereted? Mint a helyedre. Fagyló, igen.
Ne foglalkozzatok a negatív emberekkel. De, az a lényege. Jó. Az a lényege, hogy kinyíljon. Mennyi májlok bakolá? Vásárolgatna a gyerek. Megy vásárolgatni magának. Szerintem igen. Itt most megy ruhákat nézni. Ja, szerintem oda ment. Na, mennyibe fel? Vidd a dinnyét is bakalá. Na jó van, Milo. Azzal vagy. Végig csúsztatod az egészet, most lett felmosva. Azt a dinnyét végig ízél, na jó, lehet befele menni, jó? Milo-kám, arra indulás, köszönöm szépen, arra befele. Köszönöm. Hú, de rosszak, bassz meg. Ezek a kutyák is. Én már bezabált egy csomó csontot. Na már föl a tésztavíz is. Várjátok, megfordítom a kamerát, jó? Menjél befele, Milo-kám, légy szíves. Nézd meg, bazd meg! Igaza voltam tegnap a nőnek, hogy süket vagy. Kajak süket vagy, Milo. Azt tudod, mit jelent, hogy süket? Hogy elviszlek, bazd meg a fülészetre. De ha ilyenkor már nem vagy süket, ugye? Amikor fülészetre kéne menni. De ha ilyenkor már nem vagy süket, ugye? Csak akkor vagy süket, amikor szólok, ugye? De amikor már vinnélek valahol, akkor már egyből nem vagy süket, ugye? Milyen rafinált ez a kutyák?
ezekben a mai fiatalokban, úgy mint az én fiamban is, esznek, isznek, az a csetratót hagyják, csetrast. Nincsenek nevelve. Minket abban az időben neveltek. Amikor ettünk, ittunk, elmosogattunk magunk után, nem azt, hogy odabasztuk. Majd jó van, majd apám, anyám elmosogat. Kipőzöm szépen a tésztát. Kíváncsi vagyok, milyen lesz az íze. Jó, hát maga a kagylónak finom az íze. Csak hogy így hogy megfűszereztem meg minden. Nagyobb lábasba kellett volna, ez meg beleraknom. Mindegy. Köszönöm. Kóstoltam. Megvarom a tészta is, hogy nagyjából megfőjön, és akkor bele fogom rakni. És összefogom az egészet keverni. Azért nem egy 15 perces cucc ez az olasz kaja.
Ja, úgy finom. Timi szerintem úgy cseszik belőle. Ugye nem szereti az ilyen tengeri dolgokat. Mondom, a füleden ülsz. Jó, megyünk az orvoshoz. Ki lesz most pucúval a füled? Hazajön anyád, és megyünk szépen, felhívom a valvetet, hogy fülpucolást kérnénk. Mert süket vagy a füledre. Bele kell, hogy cseppincsenek. Én meg fogok esküszöm a fülükben ülnek a vágók. A Daisynek egyszer elmondom, hogy Mizu, az megérti. Csak a Milo nem. Szerinted új lakás? Szerinted új lakás? Úristen. Már 16 óta itt lakok. Pár perc. Mindjárt mutatom nektek a kagylót. Itt a finom kagylócska. Ugye? Tésztát ebbe fogom majd belerakni, és összekeverem az egészet. Az íze az finom. Na, kész a tészta. Szétfőzni is akarom azért annyira. Tésztát szeretnék enni, nem szétfőzött szort. Rákezik. Tésztát főzök, meg kagyló. Itt van. Jó kis kagylócska. Nem, hát beleszórtam a paradicsomot. Az üveg paradicsom belement. Bazsalikom, fekete bors, só, citrom, ugye olasz fűszer, minden benne van. Petrezselyem zöld, metróba lehet kapni kagylót. Na várjatok, leszűröm a vizet, mert ez már jó. Ezt már le is zárom. Itt elpakolok. Itt ne nézzem, mint a cseppéres minden. Thank you.
szépen leszűröm a résztárt. És akkor mutatom majd, jó? Megvan, szát hozom ide, ezt ide, és mindjárt mutatom is nektek, jó? És akkor össze fogom keverni az egészet, ugye? Jó meleg van, bazd meg. Jó az illata is. Amúgy. Itt van. És hozom a tésztát. Ugye leszűrtem. És belöntöm így az egészet. Szépen megpróbálom az egészet összeforgatni. Próbálom nem törni a kagylót. Várjatok, összekeverem. Egy kézzel az a baj, nem tudom, gyerekek, az a baj. Telefont is fogja. Minden fogja, gyerekeket. Nem lehet így. Na mindegy, kitálalok, gyerekek. Kitálalok, azt akkor megkóstoljuk, jó? Milyen lett? Rakunk ide kagylót. Jó az éze. Mindjárt mutatom.
Mindjárt mutatom, jó gyerekek? Pillanat. Na, voilà, kész is a kaja, mindjárt mutatom nektek, jó? Tessék, kész a finom fekete kagyló tésztával, citrommal, paradicsommal, voilà. Ennyi gyerekek. Akkor nézzük az ízét, kóstoljuk. Kóstoljuk gyerekek. Nézzük. Kóstoljuk a tésztát. Milyen? Hogy lehet érezni a... Krisztófer. Na. Lehet érezni a tengeri dolgokat benne, vagy a tengeri ízt. Megkóstoljuk a kagylót. Itt van. És finom. Köszönöm. Jó. Jó. Finom lett. Jó gyorsan megjártad. Mi? Jó gyorsan megjártad. Ha? Mi a futottta? Nem, sétál, simán sétál. Ja. Ezt nem vettél semmit? De. Ennyi. Mennyire vetted? Öcsé. Jövő? Megvettél? Nem, ja, ennyi. Teszteleket, igen. Mit van, vett magának a fiam 50 ezerig parfümöt. Azéba vette a plázába a Douglas-ba. Ennyi gyerekek. Ilyen azért kaptunk, az jó. Ennyi, 50 ezer parfüm, kagyló, minden gyerekek. Mi van itt? Nyeremények, hogy mik van itt? Szeretnéd te ez 5 ezer lenne? Mennyi volt? Van blokkod? Ott van. 55 ezer. Uh-huh.
Ja. 55.200-300 forintot van. Írják használva egészséggel. Köszönöm. Na jó? Uh-huh. Úgyhogy jó a kagyló, finom. Hát ennyi gyerekek, hát. Na. 55.000 év parfüm, kagyló, mind. Ez meg mi van itt? Minden játszik. Minden játszik. Ó, azt nézzétek. Az meg. De jó illata van. 55.000 év. Már jó parfüm lehet. Nekem csak 10.000 forintos van. Az is sok. Ennyi gyerekek, hát kagyló az kagyló, bazd meg. Ott van a... De. Kagyló gyerekek, ennyi. Ennyi. Mutasd a dobozt, kérdezik. A parfümnek? Ja. Itt van. Ó, parfüm, esküszöm. Onnan már nézem, hogy egyből oda jön a csajtól segíteni, onnan hát jaj, ami nyáron jutott szeretni. Hát. Szakterveket. Csak akkor ezt tetszett. Mit jár? Ennyi. Mából is. Olyan vagy, mint én. Hogy? Hát, hogy mindig csak a jót. Hát ja. Ennyi gyereket. Elküldte az anyjának az iPodot. Szakál, Miki. Köszönöm. Még nem. Mert most jött haza. Elment magának parfümöt venni. Megkóstolod a kagylót, kiskutyám? Na, kóstold meg, milyen? Finom, elhiszem. Ennyi gyerekek. 870-en vagyunk. Ezt egy ajándékot nem dobtok.
Akkor nem én vagyok itt a szégyen, gyerekek. Én itt főzőműsorokat csinálok nektek, beszélgetek, jókat eszek. Szanyival nem tiszteltek meg, hogy küldjetek valamit. Ez egy kicsit azért komoly, nem? De nem kapok semmit, akkor gyerekek, akkor eszek, és csak a hangomat fogjátok hallani. Így is nyomhassuk. Szeretnétek. Értitek. Nincs itt probléma. Rögtök. Na akkor figyeljetek. Hol van? Effektus. Oké. Igen, nem ez. Igen. Igen. Ezt berakjuk. A kagylót. Igen. Igen. Kamera átfordítása. Tessék. Nézzétek a kagylót, amit főztem. Ennyi. De jó. Atya világ. Ennyi. Finom. Kaptam meg. Ez a kagyló. Ha, de tésztával kóstold meg. Szerintem jó lett. Szerintem finom lett. Na? Mm-hmm. Úgy jó. Jó. Ennyi. Miért raktad be? Hát, ne nézzék, hogy eszek. Ha itt ülök, az semmit nem küldenek, egy rózsát, semmit. Ja. Hát persze. Na, jó van. Elköszönök, gyerekek. Mindenkinek kellemes napot. Majd este jövök. Sziasztok! Ja, és vissza tudjátok nézni a YouTube csatornán. Sziasztok!